Dr. Hölcsik Richárd országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében Bodrog köz élni akarására, az elmúlt három év vidékfejlesztési kormányzati erőfeszítéseire hívta fel a figyelmet. Ennek szép példája ez a fejlesztés is, amely sokadik a sorban a bodrogközi településeken, fogalmazott az Európai Ügyek Bizottságának elnöke. Hál' Istennek nem csak cigánt, hanem most már Karcsa is kitalált egy szlogent. 1000 év a Bodrogköz szívében. Gratulálok polgármester úrnak! Ez kifejezi mindazt, amit az itt élők felmenői talán nem is emlékeznek már vissza a múltra. Itt kumlálódik bennünk, bodrogköziekben a múlt. 200 ezer eurót nyertünk ennek az épületnek a felújítására, és el is költöttük ezt a pénzt, igaz, egy kicsit nehézkesen, hisz utófinanszírozott volt, azok, akik ismerik ezt a kifejezést, tudják, mit jelent. 100%-ig támogatott volt ez a pályázatunk, de mégis az áfát az önkormányzatnak kellett állnia, ez is egy jelentős pénzeszköz lekötését jelentette, de bátran jelenthetem, hogy akkor, amikor ez az intézmény a pályázat révén elszámolásra kellett, hogy kerüljön, ez 2013. július 31-e, ezzel a pénzzel elszámoltunk, és be tudtuk fejezni, és ezért most ünnepélyesen át fogjuk adni a mai nap. Dr. Hölcsik Richárd köszöntőjében azt is kiemelte, hogy Karcsa önkormányzatának is a teljes adóságát kifizette a magyar kormány, tiszta helyzetet teremtve az önkormányzati munkához. Ebből az alkalomból felolvasta és átadta azt a bizonságtételt tartalmazó dokumentumot, melyet Orbán Viktor miniszterelnök biztosít minden településnek az adósságrendezés alkalmából. Gratulálok, polgármester úr, és örömmel adom át ezt a levelet. Karcsának 61 millió forint adóságát engedte el. Ezzel egy óriásit fellélegezhet a település. Többek között a hátam mögött lévő integrált szolgáltatóház is befejezése ennek köszönhető, hiszen az áfát ebből tudta hozzátenni, ebből a lehetőségből, hogy nem kellett a bankban, nem kellett másot törleszteni az adóságot, hanem a megtermelt a önkormányzatnak bevételét jelentő forrást egy részét ide tudta fordítani. A karcsai ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. Dakos Istvánné címzetes általános iskolai igazgató és Stumpf Attila, a cigándi járási hivatal elnöke részesült a legmagasabb helyi elismerésben. Az ünnepi rendezvényen Karcsa testvértelepülése Kiskövest polgármestere festménykiállításának megnyitására is sor került. Az ünnepségek után főzőverseny zajlott. Itt közel egy tucat bográcsban, elsősorban marhahúsból készültek a legkülönbözőbb ételek. Késő estében nyúló szórakoztató rendezvényekkel zárult a 19. falunap, mely keretében átadták a Karcsa legújabb középületét, az integrált közösségi és szolgáltató komplexumot.